a két baranyai csoport első három helyezettje, vagyis a dr. Váradi Gábor csoportból a Bój, a Szederkény és a Kozármisleny, az idősebb Dárdai Pál csoportból pedig a Komló, a PMFC és a Diana Ese vesz részt az ötfordulós öreg fiúk labdarúgó minitornán. A harmadik fordulóban a Kozármisleny Ese a Diana Ese csapatát fogadta. Az izgalmas mérkőzésen 0-2-ről fordított Kovács Ferenc együttese, és így 4-2 arányban győzött a házigazda Kozármisleny gárda. Ha jól emlékszem, egy forduló vagy kettő ment le a tavaszi fordulóból, azt mind a kettőt megnyertük. Nagyon készültünk arra, hogy az első kettőbe oda érünk megint, mert az őszt azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elrontottuk, tehát ennyire gyengén még nem szerepeltünk soha. Jól is indult a bajnokság, majd jött a koronavírus, és onnantól kezdve azon voltunk, hogy szurkoltunk azért, hogy minél hamarabb esetleg újraindulhat, de hát aztán, amint a mellékelt ábra mutatja, nem tudott újraindulni. A PMFC-nek a intézője, mindenese, játékosa, orvosa, amit csak el lehet róla mondani, minden jót. Ő találta ki, felhívott telefonon egyszer, hogy van egy olyan elképzelése, hogy amikor vége van a járványnak, úgymond, akkor szól, hogy 6 csapattal, mind a két csoport első 3 helyezettjével indítana egy olyan bajnokságot, ahol mindenki játszana egyszer mindenkivel, és gyakorlatilag ez lenne a rájátszás. Egy napot kértem tőle, hogy megkérdezzem a többieket, hogy szeretnének-e részt venni ebbe. Teljesen biztos voltam be, hogy mi is fogunk indulni, de azért azt az egy napot elkértem, mondtam neki, hogy igen, természetesen, majd közölte azt, hogy egy kérése van, hogy azok a játékosok játszanak, akik a bajnokságba is be voltak nevezve, volt igazolásuk és játszottak. Na most mi ehhez próbáljuk tartani magunkat. Eddig ez volt a harmadik forduló, az első fordulóba kikaptunk Bójba, nagyon kevesen voltunk, meg egy jó az a Bój, az egy nagyon jó csapat, utána megvertük a Pécset itthon, meg ma kikillódtunk egy 4-2-es győzelmet a Diana csapat ellen, ami szintén egy jó csapat. A Diana Ese most mutatkozott be az öreg fiúk bajnokságban. A csonka szezont az idősebb Dárdai Pál csoportban a harmadik helyen zárta a csapat. Ahhoz képest új csapatként indultunk, szerintem teljesen volt harmadik helyen tudtunk fordulni a csoportba. Nem rossz eredmény. Kicsit nehezen indulunk, mert azért tehát új csapat lévén sok játékos kell még szereznünk ahhoz, hogy egy komplett csapattal tudjunk kiállni. Ugye ez látszott ma is, hogy azért elég kevesen vagyunk így az öreg fiúkban még, és ha egy-két ember lemondja, akkor sajnos kevesen vagyunk, nagyon kevesen. Próbálunk javítani, az ősz az viszonylag jó volt, tehát a várakozáson felül teljesítettünk amik helye, utána viszont a vírus után most próbálunk visszarázódni a több hetes kihagyás után a meccsekbe, de hát egyelőre felkészülés nagyon jó. Ez volt a harmadik forduló ugye, az első fordulóban játszottunk a Péccsel otthon, azt megnyertük 2-0-ra. Múlt héten Komlóson is belefutottunk egy nagyon csúnya vereségbe létszámhiány miatt, de hát sokkal jobbak voltak, tegyük hozzá, illetve ma ugye megint csak az, hogy kevesen vagyunk, és hát a végére kijött az, hogy sajnos itt is kikaptunk 4-2-re. Még két fordulónk van, próbálunk javítani. A rájátszásnak is tekinthető 6-os minitornából még 2 forduló van hátra.